Köztudott, hogy a szilveszterkor gyakran előforduló tűzijátékok és az illegális petárdák használata veszélyt jelenthet a kedvenceinkre, azonban arra kevesen gondolnak, hogy már az ezt megelőző napokban szintén számos probléma léphet fel, amennyiben nem vagyunk elég körültekintőek. Dr. Olaszi Krisztián állatorvos szerint az egyik leggyakoribb hiba, amit állattartóként elkövethetünk, hogy a karácsonyi menüből a kutyáknak is juttatunk pár falatot, ez az alapvetően jó szendékú cselekedet pedig sok esetben halálos kimenet. Bizonyos cukorpótlók nagyon veszélyesek a kutyákra, ekkor azonnal állatorvoshoz kell fordulnunk, és majd az állatorvos infúziós terápia és gyógyszerek segítségével megpróbálja a kutyus életét megmenteni. Több cukorpótló készítményből akár egy gramm is életveszélyes lehet, így fontos, hogy semmiképp ne jusson ilyen jellegű élelmiszerhez az állat. Ugyanakkor a szabadban élő ebeknek célszerű tápanyagdúsabb eledelt adni, továbbá naponta többször ellenőrizni az ivóvízüket, mert az a hidegebb időben befagyhat. Mindemellett a szilveszterre való körültekintő felkészülés is elhanyagolhatatlan. Nagyon fontos még, hogy a szilveszterre, ha kedvencünk ideges, érzékeny a tűzijátékra, a hang- és fényhatásokra, akkor különböző nyugtató, ha lehet természetes hatóanyagtartalmú nyugtató készítményeket, hogyha súlyosabb a helyzet és az előző években nem működtek ezek a készítmények, akkor pedig nyugtatókat az állatorvossal egyeztetve vásároljon a kutyusának. Dr. Olaszi Krisztián hangsúlyozta, az év utolsó napján az alapvetően kertben élő kutyáknak érdemes egy zárt, biztonságos helyet kialakítani, kikötni őket balesetveszélyes és sok esetben jogszabályellenes. A legszerencsésebb, ha felelős tulajdonosként nem hagyjuk magára az állatot, viszont ha ez elkerülhetetlen, előzetesen ellenőriztessük a veszettség elleni oltás érvényességét, továbbá a már kötelező mikrocsip működését. Nagyon sok benzinkúton van már csipleolvasó, illetve az önkormányzatok is abszolút együttműködnek ebbe. Itt a 17. kerületi önkormányzatban is van csipleolvasó, sőt kennelek is vannak, ahol el tudunk vagy el tud az önkormányzat helyezni állatokat. A petárdázásból adódó hirtelen sok hatástól, az elszökéstől és a gázolástól azonban nem védi meg kedvenceinket a mikrocsip. Így amennyiben kóborebet látunk az utcán, ne menjünk el mellette, kérjünk inkább segítséget.